Köszöntöm a Telena magazin nézőit, Lipták Péter vagyok. Nézzük, mi minden fért mai műsorunkba. A Covid miatt szigorúbb intézkedéseket vezettek be Tolnán. Film készült a tolnai sikeredző munkásságáról. Bemutatjuk Rónai Antal négy gyűjtőt. Porcelán ékszereket készítettek Mözsön. Befejeződött az idei haltelepítés a Tolnai Dunán. A Covid miatt szigorúbb intézkedéseket vezettek be Tolnán. Appelshofer Ágnes, a város polgármestere, több intézményben kötelezővé tette az oltást, és a polgármesteri hivatal ügyfélforgalmában is változások álltak be. Emellett arról is szó esett, hogy a jól tanuló felsőoktatásba járó tanulókat külön támogatja a város. A Covid-járvány felerősödése arra késztetett minket, hogy szigorúbb intézkedéseket hozzunk, mondta Appelshofer Ágnes polgármester. Ennek következtében megváltozik a hivatali ügyintézés rendje. Jegyzőasszonnyal úgy döntöttünk, hogy minimálisra csökkentenénk az ügyfélforgalmat. Ez azt jelenti, hogy elektronikusan, ügyfélkapunk keresztül, e-mailbe, telefonon, nyilván mindenkinek a rendelkezésére állnak a kollégák. Halaszthatatlan esetben be lehet jönni a hivatalba, be kell csöngetni a kaputelefonon, és az ügyintéző vagy kimegy, vagy beengedi az ügyfeleket. Nyilván vannak olyan dolgok, amiket nem lehet sehogy máshogy elintézni, ilyen például a házasságkötés, vagy a hagyatéki ügy, vagy egyik más ügyekben is. Viszont akkor azt kérem, hogy csak egyedül az ügyfél, ne gyerekekkel jöjjenek be, tehát mindenki, hogyha mégiscsak elengedhetetlen az, hogy személyesen folyjon az ügyfélfogadás itt a hivatalban, akkor be lehet jönni maszkban és kizárólag egyedül. A tavalyihoz megszokott módon az űrlapok jelentős része kint az előtérben megtalálható. Tollat biztosítunk, van egy kis asztalszék, tehát akár itt helyben, akár otthon ki tudják az adatlapokat tölteni, és az előtérben elhelyezett ládába be tudják dobni az ügyfelek. Ezek minden nap ürítésre kerülnek, tehát nem állnak ott napokig, hetekig ezek az űrlapok. Tehát igyekszünk mi gördülékenyé tenni, de még egyszer mondom, hogy a kollégák és az ide érkező ügyfelek egészségének megóvása érdekében született ez a döntés. A polgármesteri hivatal állományának nem, de a városi intézményekben dolgozók számára a Appelshofer Ágnes kötelezővé tette a védőoltást. Felkértem az intézményvezetőket arra, hogy mérjék fel, hogy a dolgozók hány százaléka oltott, és mérlegelve ezt, illetve azt, hogy mennyien látogatják ezeket az intézményeket, ez alapján döntöttem úgy, hogy a Tolnai Kulturális Központban és a Vosinszki Mór óvodában dolgozóknak kötelezővé teszem a védőoltást. Az utolsó csepp a pohárba, hogy így mondjam, az volt, hogy éppen a mai naptól került egy óvodai csoport karanténba, éppen az miatt, mert egy dolgozó lett koronavírusos. Én azt gondolom, hogy ezek azok a létesítmények, ahol valóban nagyon sok, hát részben ügyfél a kulturális központban, részben pedig gyerek és szülő az óvodában olyan nagy számmal érintkezik a dolgozókkal, hogy felelőtlenség volna, hogyha ott nem tenném kötelezővé a beoltást. Egyébként szinte 80% fölötti mindenhol, tehát csupán néhány emberről van szó. Az intézmény vezetők, én remélem, hogy meg tudják győzni az ott dolgozókat. Az önkormányzati testület legutóbbi ülésén a képviselők úgy döntöttek, újabb segítséget nyújtanak azoknak a családoknak, akiknél felsőoktatásban tanuló gyermek van. Az elmúlt időszakban egy pályázat nyújtott lehetőséget arra, hogy egy nagyobb összeggel támogassuk az egyetemi hallgatókat. Ez a pályázat kifutott, de most mégis úgy láttuk, illetve én úgy láttam az előterjesztő, hogy én voltam ennek a határozatnak, vagy ennek a döntésnek, hogy van a költségvetésünkben arra forrás, hogy a jól, tehát most a kifejezetten jól teljesítő egyetemi hallgatókról beszélek, tehát hogy őket anyagilag támogatni tudjuk. A felhívást a honlapon és a Facebookon közzétettük. Még egyszer mondom, hogy itt a nagyon jó tanulókról van szó, tehát bőven a 4-es feletti átlagokról beszélünk. Nincs maximál, tehát a 2 millió forint az a keret, amit a
az önkormányzat fel fog osztani, nincs minimális és maximális támogatási összeg. Nyilván a beérkezett kérelmek számától, illetve hát a kérelmek elbírálása során azért lesz egy szempontrendszer, hogy kétfajta támogatási forma van. Az egyik az az, hogy aki jól tanul és szociálisan rászorult. Itt egy picit alacsonyabb a teljesítmény elvárás. A másiknál pedig nem kell, hogy szociálisan rászorult legyen, hogyha valaki jól tanult, jól teljesített az egyetemen, akkor őt is támogatni tudjuk. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a 2 millió forintos keretösszeg jól felhasználható, mondta a Pesszófer Ágnes. Az elmúlt években volt olyan pályázó, aki 100 000 forint feletti támogatási összegben részesült, ami jelentős segítség a családok számára. Sárt Sándorról, illetve az ő életútjáról és tolnai sikereiről készített dokumentumfilmet Kindl Gábor. A Tolnai Vörös Lobogó női asztali teniszcsapata a 70-es, 80-as években hazai és külföldi szinten is kiemelkedő eredményeket tudhatott magáénak. Részlet Kindl Gábor a Sát című filmjéből. A producer elmondása szerint régi vágya volt már egy anyag készítése a tolnai sikeredzőről. Úgy gondoltam, hogy az az ember, aki megérdemli azt, hogy készüljön róla egy film, hiszen egy történelmi tettet hajtott végre, ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy egy ilyen kisváros, egy kis település a többiekhez képest, akiknek a csapataival ők játszottak a bajnok csapatok Európa kupájában és különböző mérkőzéseken, hogy ez nagyon nagy tett volt egyébként, és a mai napig ugye aktív edzőként tevékenykedik, de az, amit a Tolnán véghez vittek, az egyedülálló. Ahogy elhangzik a filmben is, hogy talán a világon is egyedülálló. Sok szereplős a film, tehát sokan megszólalnak a filmben, hiszen egy ilyen típusú filmnél, ahogy én dolgozom, fontos az, hogy az ő mellette megszólalók, azok erősítsék azt, és tudatosítsák a következő generációkban is, akik megnézik ezt a filmet, hogy volt Tolnán egy olyan csapat, a Tolnai Vörös Lobogó női asztali tenisz csapata, amely 10 éven keresztül ütötte, verte Magyarország és a világ, illetve Európa csapatait. Volt egy magyar csapat, a statisztika, a begdöntőket ugye ők nyerték meg, de akkor is elmondhatjuk azt, hogy ez a tolnai csapat, ez a Európa második legjobb csapatának számított ebben a felfogásban, és ahogy ők ezt kialakították, hogy itt családokat vontak be, Sanyi bácsi jó szemmel kereste a játékosokat, ugye a fiatalokat, akiket aztán ő nevelt, de hát kiváló játékosokat nevelt, ez ugye megszólalnak a filmben, mindazok, akik ebben az időszakban kiváló játékosként itt voltak Tolnán, de a Sanyi bácsi által, illetve a tényeket bizonyítják azok is, hogy a világsztárok, a férfi világsztárok, a férfi világbajnokok, a magyar világbajnokok, Jónyer, Klampár, Gergely, mind elmondják, hogy ők milyennek ismerték és ismerték, milyennek ismerték őt, és a mai napig minek tartják őt. Az asztali teniszedző azt mondja, először óckodott attól, hogy filmet készítsenek róla. 2018. augusztusában megjelent a Gabi, és szeretne velem beszélni, és akkor kijött Tolnára a lakások, és akkor mondta, hogy szeretnének egy filmet csinálni. Eszembe se jutott, hogy ezt ki fogja támogatni, vagy ki a szponzorálja. Mondtam neki, én most nem tudok igent mondani, de nem egy se. Adjatok egy kis időt, egy 4-5 hetet. És akkor visszajöttek októberbe, úgyhogy már be is pakoltak a lakásomba. Miért nem, de most akkor már nem volt a pofámon bőr, hogy azt mondjam, na most pakoljatok ki. És akkor kezdődött ez a film, és akkor elkezdték a különböző kérdéseket feltenni, és akkor azt gondoltam, hogy ki a fenét érdekel? És akkor mondom is a Gabinak, nem Sanyi bácsi, nagyon is jó. Akkor kiderült, hogy ez a 3 világbajnok, akik mellett én senki vagyok, mind bejelentkezett, hogy ők akarnak ebbe a filmbe
egy-két dolgot elmondani. Tehát ebből jöttek aztán az, ami a filmben is megjelent. Hát ez a számomra egy nagyon nagy megtiszteltetés volt. A 70-es, 80-as években a hazai és külföldi szakemberek számára sem volt ismeretlen a tolnai pingpong. A településnek olyan fiatal, saját nevelésű lányokból álló asztali tenisz csapata volt, ami éveken keresztül legyőzte Európa legjobbjait is. Én soha nem voltam elégedett. Ez ma sem. Én mindig többet követeltem, és mindig arra gondoltam, hogy valamit elhagytam. Ők egészen, de partnerek voltak, ez kétségtelen. Arra a büszkeség, hát én igazából nem szeretem magamat reklámozni. Azt tudom, hogy egy mérkőzésre való felkészülésnél, akkor nagyon, ez egy műszakot csináltak. Műszakot. Reggel, délben kihoztuk az iskolába, amikor testnevelés óra vagy osztályfőnöki volt. Napi 6 órákat edzettek, kisgyerekek. Ezt senki nem csinálta, ez biztos. Európában biztos, hogy nem. Magyarországon sem más. Hát voltak ilyen történések, volt olyan, hogy a mérkőzések lejátszottuk, és utána akkor már az edzés miatt tartottam edzést. A mérkőzést követően. Ezt nem csinálták mások. Egy-két újságíró túl léhegte ezt a története. Azt mondták, hogy ilyen még a világon nem volt. Amit én el tudok képzelni az Európában, azt nagyjából ismertem, és ott, itt. Nem csinálta senki, sem Magyarországon, sem máshol. Mindenki kíváncsi volt, mindenki elment, csak egyik se tudta azt megcsinálni, amit egész, hát szerencsém volt. Jók voltak a szülők, meg kellett a szülőket is értetni, hogy ne ágassanak a gyerekkel fát, meg ne hordassanak vizet, hanem ha tanuljanak, mert az ismeret elsajátítása nagyon fontos, meg a sport, és ne avatkozzanak ebbe be. Nagyon partnerek voltak a szülők is, ez nagyon fontos volt. Nagyon nagy összetartó volt az utcán, nem tudtak elmenni a gyerekek, hogy megállítsák őket, meg mindenki gratulált, meg mindenki simogatta őket. Valahol ez egy kicsit nagy család volt. A tolnai vörös lobogó női asztali tenisz csapata 1971-ben járási, 1973-ban pedig megye bajnok lett. 1976-ban jutottak fel az NB1B-be, ahol két évvel később már a harmadik helyen végeztek. A bajnok csapatok Európa kupájában az 1979-es és 80-as szezonban a második helyet szerezték meg. Ebben a sorozatban 9 évig vettek részt, két harmadik hely mellett még 4-szer szereztek ezüstérmet. Hogy ez nem valósítható. Ebben a formában biztos nem. Ma már teljesen másak a motivációk, másképp működnek az emberek, mint akkor, ugye itt a 70-es évekről beszélünk, és ugye hát az ő sportolói, illetve edzői karrierje a mai napig tart egyébként, de nyilván átalakult a világ, és ma már más. Tehát az a csoda, amit Tolnán véghez vittek, az úgy gondolom, hogy ma már abban a formában nem valósítható meg. Befejeződött az idei haltelepítése a Tolnai Dunán. A halgazdálkodási tervnek megfelelően ezúttal olyan halak is kerültek a vízre, mint a compó, mely őshonosnak tekinthető és jól megél az iszapos vizekben is. Érkezik az idei utolsó szállítmány a Tolnai Dunapartra. A Horgász Egyesület ebben az esztendőben 6. alkalommal gazdagítja a víz halállományát. A Németh István elnök azt mondja, elbírnának egy eddiginél nagyobb telepítést is. Ez a telepítés volt talán olyan vonatkozásban a legérdekesebb az ezt megelőző 5 telepítéssel kapcsolatban, hogy olyan őshonos halakat is telepítettünk a vízbe, amit most már nagyon-nagyon régóta nem. Gondolok itt a 300 kg compóra, illetve az 1000 kg dévérkeszegre vegyes korosztályban. Ezeket a halakat már nagyon-nagyon régóta nem telepítettük, és a most megvalósult és révbe érő pályázat, amit a MOHOSZ írt ki, ennek a sikeres pályázat révén sikerült ezeket a halakat beletelepítenünk.
Úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, hogy ezt megtehettük, mert ilyet már nagyon-nagyon régen nem láttunk ezen a vizen. Három nyaras ponyból, mert ez a horgászok számára a legnépszerűbb, a leginkább fogyasztható és leginkább célzott állomány. Ebből a három nyaras korosztályból telepítettünk most már több mint 100 mázsát, bőven fölötte vagyunk a 100 mázsának, dévérkeszekből 1000 kilót, combóból 300 kilót, két nyaras ponyból 1000 kilót, és csukából és süllőből 10-10 000 darabot telepítettünk bele az idén. A helyi horgászok örömmel fogadták a combók megjelenését. Azt mondják, ez egy őshonos fajta, és bár kulináris élvezetet nem nagyon okoz, révén enyhe iszapíze van a húsának, a hal önmagában nagyon szép, de ami ennél még fontosabb, karban tartja a vizeket, és a beteg halak orvosának is hívják, hiszen saját testének nyálkája gyógyító hatású. Csak azokat a halakat telepítjük bele, amik a halgazdálkodásunkban szerepelnek, és a halgazdálkodási terv jóváhagyása, az egy elég hosszadalmas szakmai procedúra, és bőven-bőven a víz elbírja. Abban a vonatkozásban üdvözlöm a mohosznak a törekvését, hogy az őshonos halak felé kezdi el eltolni a mohosz is, meg mint mohosztakként a Tolnai Horgász Egyesület is a telepítéseknek a rátáját, illetve százalékát, mennyiségét. Pont ezért telepítettük bele magát a dévérkeszeket is, meg a combot is, mert szeretnénk egy nagyon-nagyon picit, ha bár tudjuk, hogy a horgászoknak a legnépszerűbb halfaj az a ponty, és azon belül is a piaci az a háromnyaras ponty, a P3-as, de a halgazdálkodási tervünk és a törvény lévén muszáj vagyunk most már más típusú halakat is beletelepíteni, gondolok itt a már többször említett combóra és dévérkeszekre. Ez egy 5 éves terv, ezt az 5 éves tervet szeretnénk tartani. A háromnyaras ponty korosztályba meg a lehető legnagyobb hányadot meghagyni, ugyanakkor azt szem előtt tartani, hogy nem csak ponyból élünk. És hiába a telepítés és a gondos gazdálkodás, ha a horgászok mellett megjelennek a vízen olyanok, akik nem tartják be az előírásokat. Nem tudunk eléggé vigyázni, maradjunk annyiba. Itt kollégáim segítségét ezúton is szeretném megköszönni a halőrzés vonatkozásába. Szabad idejüket, illetve egyéb más idejüket nem kímélve járják a vizet, és az ő segítségével, illetve a hatóság, gondolok itt a rendőrség, polgárőrség és hivatásos halőri szolgálat bevonásával történik a halállománynak a megőrzése. Muszáj vagyok megjegyezni, hogy a vizen történnek visszaélések, és ezeknek a visszaszorítása érdekében próbáljuk megőrizni. A horgászok azt mondják, a most telepített állomány napokon belül belakja majd a Tolnai Holdunát. Abban pedig csak reménykednek, hogy a beköltözést nem sínyli meg az állomány. Most rövid reklám következik, majd ellátogatunk Rónai Antalnéhoz, aki közel 300 gyűszű boldog tulajdonosa. Maradjanak velünk, mindjárt jövünk. Ismerjék meg a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium 2022-23-as tanévre tervezett képzési formáit. 6 évfolyamos osztályunkban. Emelt óraszámú angol vagy német nyelvi képzés. 4 évfolyamos képzésünkben. Emelt óraszámú angol vagy német nyelv. Továbbá választható humán, reál vagy sportspecifikáció. Az írásbeli felvételére való jelentkezés határideje december 3-a. Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium. Remény és jövő. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra. Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós Iskola, Tolna, Deák Ferenc utca 5. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást.
Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedresi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Egy gyűjtőhöz látogatunk a következőkben. Rónai Antalné azzal dicsekedhet, hogy a világ majd minden tájáról rendelkezik gyűszükkel. A gyűjtemény közel 300 darabot számlál. Ezeket kaptam a keresztlányomtól, aki Németországban van. Akkor itt van Dubaj. Ez a római Szent Péter székesegyház. Rónai Antalné Ivanéni már nyugdíjas volt, amikor új szenvedélyének, a gyűszű gyűjtésének rabja lett. Mára közel 300 darabos a gyűjtemény, a világ minden tájáról származik. A baráti köre már tudja, neki gyűszűt kell hozni ajándékba. De most a 22 éve nyugdíjas vagyok, és az első utam a nyugdíjas klubbal a Kalocsára mentünk kirándulni, és a porcelángyárat látogattuk meg. És nekem ott annyira, hát mind, úgy általában mindenhonnan hozok valami aprós kis emléket, vagy, és megláttam a gyűszüket, és ez volt az első, az ott látszik abban a kis szekrénybe, az első ez volt. Utána elmentem egy kedves ismerőshöz, akinél láttam a vitrínbe, hát egy olyan 8-10 darabot. És az úgy összességében annyira megtetszett, hogy akkor határoztam el, hogy én ezt fogom gyűjteni. Na most akár merre mentem kirándulni, hát gyűszű nélkül soha nem jöttem haza. És hát ugye ez ismerté vált az ismerettségi körömbe, és hát ha valaki kedveskedni akart, akkor ez mindig gyűszűt hozott. Több olyan barátja, ismerőse, családtagja van, akik útjaikról nem érkeznek haza gyűszű nélkül. Így aztán gazdagodott a gyűjtemény szépen az idők során. Van itt Németországból, Angliából, Olaszországból, Ausztriából és Ausztráliából is darab. Van a polcokon porcelánból, parafából, csiszolt üvegből és természetesen fémből is gyűszű. Kimondottan kedvencem, hát nincs, talán a Sisi, amit én hoztam Ausztriából, aztán kapja mellette a Diana hercegnő, a királyi családból a hercegi pár, és amit különösebben már nem, én soha nem görcsösen ragaszkodtam ahhoz, hogy ne szaporodjon. Amikor megláttam, akkor megvettem, vagy kaptam, akkor örömmel fogadtam. Ivanéni azt is elárulta, van szíve vágya. Szeretné gyűszűt Erzsébet királynő és Fülöp herceg képével. Ezzel lenne teljes a királyoknak és királynőknek fenntartott sor. Különlegesség. Hát például a Niagara vízesés, a Plitvicei tavak. Akkor Rómából a Péter bazilika, a Etna. Itt van Dubajtól Kínáig. Vietnámot kaptam nem régen, például tegnap előtt kaptam egy görög gyűszűt, és hát szóval én nagyon szép. Ivanéni azt meséli, nem tud elmenni úgy a vitrínje előtt, hogy ne állna meg egy pillanatra gyönyörködni a gyűjteménybe. Emellett nyilvántartást is vezet a kisházi kiállítás darabjairól, amelyben nyilvántartja minden egyes darab származási helyét és az adományozót is. A gyűjtemény csak néhány darabja alkalmas arra, amire a gyűszűt eredetileg használták. Csak azok, amelyek fémből vannak, mondja Ivanéni. A többi idézőjelben csupán csak az emlékek visszaidézésére jó. Ő maga soha nem használ segédeszközt a varráshoz. Magyarországon, sőt Tolnán is többen foglalkoznak a gyűszű gyűjtésével. Ivanéni úgy tudja, a legnagyobb gyűjtemény több mint 5000 darabot számlál. A Mözsi Népfőiskola ezúttal egy különleges workshopot szervezett. A részvevők porcelán edényekből készítettek ékszereket és dísztárgyakat.
egy ilyen angyalkának a szoknyáját fogjuk elkészíteni, egy ilyen csészének az oldalából, rátesszük a fogót, elcsípjük, megtaláltuk a darabkánkat. A porcelán angyalka készítésének technikáját mutatja Olá Erika, tűzzománc és ékszerkészítő, ugyanis a Mözsi Népfőiskola meghívására tartottak workshopot, amelynek a lényege az újrahasznosítás. Így porcelán tányérokból, poharakból készítettek divatékszereket és kisebb dekortárgyakat. Egyelőre úgy néz ki, hogy három alkalom. A szisztéma az, hogy először megismerkedünk az anyaggal, megtanuljuk azt, hogy hogyan kell használni a gépeket. Itt ilyen csiszológéppel, fúrógéppel dolgozunk. A második ragasztásos technika, ugye a második alkalommal megtanuljuk a fúrógép használatát, lukat fúrni a porcelánba, ami nem egyszerű dolog. A harmadik alkalom az, egy kicsit belekóstolunk a tiffani technikába. Ilyen fémszállal körbe fogjuk a porcelánt rakni, és akkor a drótokkal hozzárakjuk a mintákat, az angyalka szárnyakat elkészítjük, forrazgatunk. Körülbelül egy olyan 4-5 éve indítottuk el ezt a porcelánnal való foglalkozást. Mondom, a profilunk az a tűzzománc, a párom az ötvös, ő a fémes dolgokért a felelős általában, én pedig a díszítésekért, a tűzzománcért. A fő profilunk az a képek készítése. Nem az ékszerek, de mivel hogy szeretjük ezt csinálni, ezért kikitekingetünk. Olá Erika azt mondja, az alkotásnak csak a képzelet szabhat határt. Elengedheti az ember a fantáziáját, és annyi kreativitást visz bele, amennyit csak tud. De a legfontosabb az, hogy a biztonság, hogy a szemünkbe ne pattanjon bele a porcelánból az a kis felület, ami ugye letörik ilyen kagylószerűen. Ez a legfontosabb, hogy arra figyeljünk, ne vágja el az ujjunkat. Akik már biztonsággal tudják a szerszámokat használni, és nem félnek attól, hogy hozzányúljanak egy motorhoz, vagy egy motor közelbe kerüljenek, egy elektromotor közelbe kerüljenek, azoknak már lehet, de inkább tinédzserekre gondolok, és felnőttekre, mint gyerekekre. Otthon összetört porcelántányérok, csészék kerülnek újrahasznosításra, akár ékszereket lehet belőle készíteni, akár itt az adventbe gondolkodva most éppen a mai napon angyalkákat fogunk belőle készíteni. Ez a workshop köszönhető egy pályázatnak, ennek keretében három alkalomra vonatkozó foglalkozást tudunk megvalósítani. Azért jött ez, mert láthatjuk, hogy ugye az elektronikus médiából nagyon-nagyon sok impulzus jön, nagyon sok információ jön, és nagyon-nagyon kreatív dolgok jönnek velünk akár szembe a Facebookon. Ha minden igaz, akkor ennek a programnak is majd lesz még egy folytatása jövőre. Lehet, hogy bútorfestést fogunk még tanulni, ugyanígy workshop formájában, de lehet, hogy ha nagyon-nagyon megtetszik ez a porcelán ékszerkészítés, és az oktatóink, az Olá Erika, ő például tűzzománckészítő, úgyhogy lehet, hogy még inkább a festés helyett, a bútorfestés helyett, lehet, hogy még egy picit tűzzománcozni fogunk, de azt jövőre. Úgyhogy ez most három alkalomból megy, és akkor befejezzük erre az évre. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!